Bridget Veninger, Yves 24 karácsonyi mese. 11. fejezet, Bori Mézes kalácsa. Holnap nem megyek be az irodába, jelentette be anya Inkább sütünk egy kis mézes kalácsot a karácsonyfára. Ma este elkészítem a tésztát, és holnapig betesszük a hűtőbe. De jó, ezt vártuk, újjongtak az ikrek Luca és Lali. Nagyon szerették nyújtani és formázni a finom, édes illatú tésztát. Bolyi is akar, kiáltott fábori, aki még bölcsödés volt. Persze, te is segíthetsz, nyugtatta meg anya. Másnap délután, amikor Luca és Lali befejezte a házi feladatot, vidáman láttak a munkának. Anya szólt, hogy mossanak alaposan kezet, azután az ikreknek kötényt is kötött a derekára. Bolynak is ugrált Bori aki nem nyugodott meg addig, amíg anya egy tiszta kendőt nem kötött a pocakja elé. Miután megkapta a kötényét, Bori a hűtőhöz ment, kinyitotta, aztán kivett egy átlátszó fóliába tekert barna bucit, és szeretettel megsimította. Szejvúz, diága, mézes kalács! Jól aludtál? Luca és Lali mosolyogva nézte. Anya megmutatta a gyerekeknek, hogyan kell belisztezni a gyúródeszkát, majd hogyan kell kinyújtani a tésztát? Ebben a pillanatban Bori oda kapott, belemarkolt a lisztbe, egy egész maroknyit a levegőbe szort, és azt kiáltotta. Hú, hú! Luca és Lali köhögni kezdett. Jaj, Bori, hagyd abba! Bori erre elkezdett mindenféle pálcika emberkéket firkálni a lisztbe. Anya felsóhajtott, és a fejét rázta. Amikor befejezték a tésztanyújtást, kézbe vették a mézes kalács formákat, hogy elkezdjék a szaggatást. Bori persze megint oda nyomakodott közéjük. Én is, én is. Jaj, Bori, kérlek, hallgass egy kicsit, csitította anya. Inkább figyelj, nézd meg, hogy csináljuk. A szíveket és a csillagokat a karácsonyfára akasztjuk majd, úgyhogy mindegyiknek egyformának kell lennie. Te ehhez még kicsi vagy. Bori megértette, és egy ideig tényleg figyelmesen nézte, amint Luca és Lali ügyesen belenyomkodja a formákat a puha jó közel egymáshoz, hogy minél kevesebb menjen kárba. Aztán anya egy torta lapáttal felemelte, és a bevajazott tepsibe helyezte a mézes kalácsokat. Szépen sorban ott várták, hogy végre a sütőbe kerüljenek. Bori azonban nem nyughatott. Amíg a többiek a másik tepsibe rakosgatták a következő adagot, ő belenyomkodta a pici mutatóujját a csillagokba, és a szívekbe össze-vissza mintákat hagyva a szabályos mézeseken. Amikor anya észrevette, haragosan szólt rá. Bori, mit csinálsz már megint? Nem szabad játszani az étellel. Menj és játsz a babakonyháddal, vagy akármivel, csak hajt, hogy nyugodtan elkészítsük a mézest. Azzal visszafordult Lucához és Lalihoz, és nem vette észre, hogy Bori felvesz egy kis maradékot és kiszalad vele. Két tepsivel később anya azt kérdezte, hol van Bori? Gyanús ez a csend. Ebben a pillanatban lépett be Bori a konyhába. Egy játéktartó doboz fedelét hozta nagy büszkén, rajta pedig egy adag megformált mézes kalács feküdt. De milyenek? Mindegyik egészen különleges volt. Boi mézese, jelentette be a kislány, és megmutatta, hogy mit vágott ki a kis játékműanyag késével. Autó, hajó, baba, felhő, nagy kövé bálna. Hű, habori, ez szuper, ámultál Luca, Lali pedig azt mondta. Nekem a nagy kövér bálna a kedvencem. Azzal kiszedett pár csillagot a legelső tepsiből, és mielőtt anya megszólalhatott volna, megint összegyúrta őket, aztán elkezdte újra kinyújtani a tésztalabdát. Én is, én is, nevetett Luca, és elkezdte egybegyúrni a szíveket. Ja, a gyerekek, siránkozott anya, mi lesz a szép, rendes karácsonyi díszeinkkel? Mától kezdve izgalmasabb lesz a karácsony, mondta Luca. Mától kezdve boriféle díszeket teszünk a fára, mosolygott Lali. És így is történt.